Szombaton lehetőség volt az öreg diákoknak beszélgetni, nosztalgiázni, lelkileg feltöltődni. A ciszterci Szent István gimnáziumban sokan jöttek össze azért, hogy együtt legyenek, megosszák egymással eddigi élettapasztalataikat. Mint Rubovszki Rita, a ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója mondja, ez egy unikális találkozó, egyetlen egy diákszövetségnek sincsen ilyen rendezvénye. Olyan, hogy egy ciszterci diákszövetség több száz taggal országosan évről évre csinál, álljon egy olyan szakmai, lelkesítő konferenciát saját magának, ahol egyrészt megmutatja azokat az intellektuális képességeket, amelyeknek a gyökere mégiscsak ez a gimnázium például, ahol vagyunk. Másrészt, hogy olyan közösséget fonjon a mostani gyerekek köré, ahol azt mutatja meg, hogy figyeljetek, aki itt végez, annak 10-15 év, 20 év múlva is ilyen hálózata van. Cserpalkovics András polgármester a megnyitón hangsúlyozta, jó, ha a diákok, szülők sokféle iskola közül választhatnak. Székesfehérváron magas színvonalú intézmények állnak a fiatalok rendelkezésére. Fontos szerepe és helye van az egyházi iskoláknak, azon belül a ciszterci ulinak, mivel egy meghatározó közössége ennek a városnak, és így volt ez józsefesi időszakban is, és így volt ez azt megelőző időszakban is, tehát itt egy nagy múltú, nagy történelemmel rendelkező iskoláról beszélünk, ami most egy hálózatnak is, ha lehet így fogalmazni, a tagja, hiszen Eger, hiszen Pécs, hiszen Buda mellett Székesfehérváron van a rendnek, a rend által fenntartott iskolája. A ciszterencia a Magyar Ciszterci Diákok Szövetségének jelenlegi elnöke Pólya Viktor ötlete alapján jött létre. A centenáriumát tavaly ünneplő MCDS 1989-ben alakult újjá. A szövetség jelenleg is azon dolgozik, hogy a helyi szervezetek számára segítséget nyújtson, értékes programokat kínáljon. A rendezvényünknek az a szlogenje, hogy mindenhol összetartozunk. De négy olyan gimnázium van Magyarországon, amelyet a ciszterci rend tart fönn, és ezt a fajta öreg diákok közti összekapcsolódást, összetartozást szeretnénk megélni egy ilyen rendezvényben. Ez a harmadik ciszterencia már volt. Az első az Budán volt, a második Pécsett, és most a harmadik ez itt Székesfehérvárott, és nagyon bízunk benne, hogy a negyedik pedig majd Egerben lesz, és innentől kezdve pedig majd rendszeresen ezeket megrendezzük. Ez alapvetően egy találkozási lehetőség az öreg diákoknak. Öreg diákok tartanak előadást a saját életútjukról, az ő történetükről, kihívásaikról, inspiráló módon beszámolnak. A ciszterencián biztonságpolitikai előadást is hallgathatott a közönség. Szó esett a divatról, a sörfőzésről, a vallásról, az egészségről és az örök életről.